Sokan egyből felismerik a szamócát leveléről, de ha arról nem is, terméséről már biztosan. A következő hetekben egyre több helyen találkozhatunk a gyümölccsel, elindult a hazai termés szezonja. A kedvező koratavaszi időjárásnak köszönhetően a fűtött fóliákban már néhány hete zajlik a szüret, ez azonban még csak kis mennyiséget jelent. A fűtetlen fóliákban a napokban indult a betakarítás. Szabadföldi eper pedig várhatóan május közepén lesz kapható. Az idei termés megfelelő lehet, mind minőségre, mind mennyiségre jónak látszik. Úgy néz ki jelen pillanatban, hogy az idei évben olyan komoly kár eddig nem érte a szamócásokat. Itt ugye voltak tavaszi fagyok az elmúlt néhány évben. A szamócások ezt hála Istennek komoly károsodás nélkül átvészelték. A korai fajtáknál szabadföldi állományokban számolnak be a termesztők arról, hogy némi szemmel látható jele van fagykárnak, de nem országos mértékű és nem óriási a probléma, úgyhogy komolyabb gond az ellátással nem lesz, legalábbis ebben a pillanatban erre számítunk. Ha azt mondjuk, hogy egy jó termésű évben egy ilyen 15-20 000 tonna szamóca terem Magyarországon, akkor az idejében már átlagos termésmennyiségről beszélhetünk, amilyen 10-12 000 tonna vagy egy picivel még e fölé is. Ezt az ágazatot sem kíméri ugyanakkor a munkáskész hiánya. A mezőgazdaságon belül ráadásul a kertészet igényli a legnagyobb arányban az élő munkaerőt. Korábban sokan jártak át a határon túlról szamócát szüretelni szezonális munka keretében. Ezek az emberek most zömmel hiányoznak és nehéz őket pótolni. Ha sem könnyíti meg a termelők dolgát, hogy az importáru olcsóbban kapható, mint a magyar. Nem csoda, hogy egyre kevesebben foglalkoznak a szamóca termesztésével, mint kisebb a gyümölcs hazai termőterülete. Kisebb-nagyobb termőterület szinte minden megyében megtalálható. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is vannak a szamóca termelők, Nyíregyháza környékén is, itt a magasabb területeken, de nem az ország meghatározó termőtája Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, inkább ugye az ország középső része, ez a Lajos-Vizei is környéke az, ami meghatározó a szamóca termesztésben, vagy az életbi országrészek itt ugye Csongrád megyére, Bács-Kiskun déli részére gondolok. A szakmai igazgató arról is beszélt, hogy mivel a járvány okozta korlátozások átalakítják a vásárlói szokásokat, a kereskedőknek ezt alternatív értékesítési módokkal kell lereagálniuk. Elmondása szerint útszéli szamócaárusokkal most még nem nagyon találkozhatunk, piaci kereskedőkkel inkább. Emellett a házhoz szállítás is egyre nagyobb teret hódít már ebben az ágazatban is, igaz egyelőre főleg a fővárosban és környékén.